Az egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzésnek az ötlete a 90-es évek közepén pattant ki a fejünkből. Ekkor többen egy világbanki ösztöndíj program keretében voltunk olyan szerencsések, hogy külföldi egyetemeken tanulhattuk az ezzel kapcsolatos ismereteket. Gyakorlatilag Közép-Kelet-Európában nincsen ilyen típusú képzés más egyetemen, tehát nem csak Magyarországon nincs, hanem egész Közép-Kelet-Európában. És összességében 11-12 év volt az az időszak, amíg az ötlettől a megvalósításig eltelt. Szaknak az elnevezése, az egészségpolitika tervezés és finanszírozás már jelzi azt a kettősséget, ami tükröződik a szakirányokban. Van egészségpolitika elemzés és tervezés szakirányunk, és van egészséggazdaságtan szakirányunk. Az első év, tehát 2,5 év az közös képzést jelent, és onnan specializálódnak a hallgatók. Az egészségpolitika tervezés és elemzés az tulajdonképpen azokat az ismeretköröket öleli fel, illetve olyan készségeket ad a hallgatóknak, amelyek az egészségügy irányításában szükségesek. Most egy tágon értelmezve, tehát akár egy intézményi szintre gondolhatunk, tehát egy kórház vagy más egészségügyi intézménynek az irányításához szükséges, térségi egészségtervezéshez szükséges ismeretek, így például regionális ellátástervezés, regionális egészségügyi fejlesztéshez szükséges ismeretek, készségek, de akár országos szinten is, tehát mondjuk az egészségügyi minisztérium szintjén szükséges ismeretanyag ahhoz, hogy egészségpolitikában valaki dolgozzon. Én az egészséggazdaságtan szakirányért felelek, és az egészséggazdaságtan szakirány az tényleg unikális a régióban abban a tekintetben, hogy gyakorlatilag a mi egyetemünkön folyik egyedül olyan képzés, amelyben mi a hallgatókat például a költséghatékonysági modellezésnek a rejtelmeire géptermekben tanítjuk, és ez egy borzasztó nagy hiányszakma jelen pillanatban. Nagyon-nagyon sok fejvadászcég például vár azokra a hallgatókra, akik modellezni tudnának. Az egészségpolitika tervezés és finanszírozása az egy mesterszak, mert ez egy 4,5 éves képzés, az egyetemi alapképzés után lehet, tehát akinek alapképzése van, hogy jelentkezhet hozzánk a mesterszakra. Nagyon széles körű az alapszaklista, amivel hozzánk jelentkezni lehet, tehát lehet alapvetően közgazdasági alapvégzettséggel, társadalomtudományival, így például szociológusok, szociális munkások számára ez egy kedvelt szak az eddigi tapasztalataink alapján. Az elméleti ismereteken túl, illetve itt az egyetemen folytatott gyakorlatokon túl a képzés tartalmaz egy szakmai gyakorlatot is a másodévben. Ennek keretében a hallgatók 120 órát töltenek különböző egészségügyi intézményekben a választásuknak megfelelően. Ez lehet az egészségügyi ágazat irányító intézménye, így az ANTS-ben, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az Egészségügyi Minisztériumban, illetve az egészségügynek az ipari szereplőinél, tehát így a gyógyszeripari vállalatoknál például. Mivel korábban ezeket az ismereteket csak külföldön lehetett megszerezni, ezért a hallgatóinknak szerencséje van, hogy az oktatógárda gyakorlatilag mind neves nyugat-európai központokban, egyetemi központokban pallérozódott, sok-sok évet külföldön dolgozott, majd utána kalandvágyból hazatért oktatókból állt, akik igazából ezeket az ismereteket nemzetközi szinten tudják és alkalmazzák a gyakorlatban is. A végzettség, amit a képzés végén kapnak a hallgatók, az okleveles egészségpolitikai szakértő, és megjelölésre kerül emellett a végzett szakirány is, tehát hogy egészségpolitika szakirányon végzett az illető, vagy egészséggazdaságtan szakirányon. Az elhelyezkedés köre az nagyon széles körű. Tehát az egészségpolitikai végzettségek azok az egészségügyi ellátóintézményben helyezkedhetnek el például, tehát kórházaknál, szakrendelőknél, de az egészségügyi államigazgatás legkülönbözőbb helyein. Azt mondtam, hogy nagyon várják a potenciális foglalkoztatók azt, hogy ilyen ismeretekkel rendelkezők megjelenjenek a piacon.